Hölgyeim és uraim, én a mostani konferenciának a címét megtoldottam azzal, hogy oda tettem gondolatjel, hogy Magyarországon. És abba állapodtunk meg alelnök úrral, hogy ne csak mindig gyümölcsön, mert már én időnként azt hiszik, hogy csak gyümölcsbe tudok gondolkodni, pedig legalább a természetes vegetációnak a fajaival is olyan mélységbe foglalkozom. És a címben még van egy kitétel, hogy tekintettel a biodiverzitásra, sajnos hölgyeim és uraim, kénytelen vagyok azt jelezni, hogy a hazai biodiverzitásnak az atya, Fekete Gábor akadémikus, ebbe a változékony időbe jobb létre szenderült. Úgyhogy ezúton is kiszeretném az előadás elején fejezni, hogy nyugodjon békében. Nagyon nagy alakja volt a magyar biológiai és a biodiverzitás kutatás területének. Ezek után, csak erről kell menni neki, fölhívom a következőre a figyelmet, mégpedig ami egy kicsit ilyen barnás-vörös színnel ezt emelném ki, meg kell védelmeznünk a Földet, és segítségére kell lennünk neki mindenek anyjának. Hát milyen érdekes dolog az, hogy már ez a ifjabb Plinius már olyan dolgot állapított meg, amit sokszor elfelejtünk, és olyan mohón akarjuk magunk alá gyűrni a Földet, és magunk alá gyűrni mindent, hogy már holnap nem is érdekes, hogy az hogyan fog alakulni. Holott jó előre gondolkodó, gyümölcsös szakértőként már a magyar tudományban leírtam azt, hogy a 21-22. Században, hogyha ilyen formában változik a klíma, milyen új növényfajok kerülnek termesztésre, és melyek lesznek, amelyek eltűnnek. És én ezt annak a tudatába teszem, hogy engem majd meg lehet kérdezni, mert én szeretnék addig élni. No, kérem a kertészeti növényeknek a főbb jellemzőit. Sokféle faj, számtalan fajtájáról van szó. Ezek életforma tekintetében egyévesek, évelők, fás növények, lágyszárúak, gazdasági célok és hasznok tekintetében is nagyon különbözők. Ezt nem fogom teljesen végig olvasni, mert kaptam egy biztatást és egy fölkérést arra, hogy ez mindenképpen majd a biokultúrában jelenjen meg. Szívesen megteszem, inkább egy-egy dologra hívom közüle még föl a figyelmet. Többek között az, hogy a Ranker életforma is érdemes ezt megadni, mert látni fogjuk, hogy pont a kertészeti termelésnek a kapcsán hihetetlen módon meg tudjuk változtatni egy növénynek a fiziognómiáját. Majd látunk erre példát. És a másik, ami professzor asszony előadásával teljes egészében rímel, hogy olyan mozaikos sokszor a talaj, hogy ott pont beleillik, pont odavaló az, hogy figyelembe vegyük azt, hogy a biodiverzitás szellemébe most az egyszer mózesi törvénynek álljunk ellen, hogy ő a kevert magvaknak a vetését tiltotta, 613 törvény, mózesi törvény közül az egyik foglalkozik ezzel, de ebben az esetben talán nem is haragszik meg ránk Mózes, hogy mi a biotermelésben másként gondolkodunk, ma már a korszerű gondolkodás szellemében. Most a betegségeknek, kártevőknek és a környezetnek ellenálló fajták és a sokféleségnek a biztosítása tulajdonképpen olyan egészséges terményeknek, és utána pedig termékeknek a létrehozását jelenti, amire szerintem nagyon nagy igény van és szükség van. Látjuk azt, hogy soha nem hallott nyavaják, olyan betegségek, amiről nem is hallottunk, ma már hétköznapi betegségnek számít,
Szinte már attól kell félni az embernek, hogy ma holnap a újszülött gyerekek már az anyatejre is allergiásak lesznek. És akkor hol lesz ennek a vége? Miként változhatnak a növények, hogyha vad és termesztett növény? Hát nagyon komoly különbségek adódnak, és most hál' Istennek rá irányult a genetikai kutatások arra is, hogy valami nem stimmel. Hát tudjuk azt, hogy mi a genetikai bázisa egy növénynek, és az hogy néz ki, és találunk például egy szörnyűség, amit fogok mondani, 80 hektáros Stanley Silva ültetvénybe 3-4-et, amelyik ki fog ebből az ültetvényből valami oknál fogva játszani. Tehát nem úgy viselkedik, mint a többi. És ennek a magyarázata epigénikus stressz memória, ugyanis érdemes a növényeket kondicionálni, mert egy idő után előfordul egy-egy érdekesebb egyedné, ami már megváltozik a genetikai sajátossága is, és másként fog viselkedni. És ezek nagyon fontosak, annak ellenére, hogy sajnálatos módon ma az egyedszelekciót semmibe veszik azt is, hogy valami régi fajta állandóan az újdonságokat hajszoljuk, és mi van a 15-20 kiváló német szilvafajtából, esetleg egy-kettő lesz, amelyik 20 év múlva még előfordul majd a termesztésbe, és közben pedig óriási veszteségek érnek bennünket. Tehát a biotermelés, az ökológiai termelés, az egyáltalán többet kell dolgozni vele, de egy biztos, hogy sokkal olcsóbb lehet, hallatlan pocsékolás folyik azzal a nagyüzemi, nagyméretekben folytatott monokultúrás gazdálkodása, aminek példáit látjuk a világban. Olyan következményei is vannak ennek a változásoknak, növényeknél, hogy például megváltozik a termékenyülési készsége. Most éppen ligeti szőlővel vagyunk egy olyan vizsgálódásban, hogy ha most éveken keresztül elkezdjük úgy, mint a borszőlőt metszeni, valóban előállhat-e az, hogy nem két laki lesz az a ligeti szőlő, hanem egy laki. Vagy uram, bocsá, újra előállhat az, hogy himnős virágokat is fog hozni. Ezek mind-mind olyan dolgok, amivel a ideges pénzügyi támogató rendszerek azt mondják, hát már megint mit szöszőnek ezek a furcsa kutatók, de kérem ezzel lehet a világot előre vinni, hogy ilyen finomságokra is fölfigyelünk és fölhívjuk rá a figyelmet. De aztán megváltozik kultúrnövényeknél az is, hogy egy gyökér sokkal több hasznos anyagot, ami a például a termelés célja, használunk föl, az változik meg, vagy pedig a levélnek, hajtásnak a tömege változik, beltartalom, és hát természetesen olyan rezisztencia tulajdonságok, amire szükség van. Na most, környezeti változásoknak azután vannak különböző okai. Például természeti változások, folyóknak a áradásai, folyómeder szabályozását. Tessék arra gondolni, hogy tulajdonképpen mióta van nekünk hortobágyunk. Hát, amióta erősen hozzányúltunk a Tiszához, annak egészen más volt a járása, és egészen más volt ott a természetes helyzet. Akkor az időjárási katasztrófák, klímaváltozások. Gondoljanak csak arra, hogy a 17. századnak a legelején az egyik izlandi tűzhányó kitörése után egy olyan sötét periódus következett be fizikai értelemben, hogy ebből következőleg nagy ínség származott belőle. Vagy mondhatom, egyik kis-ázsiai időjóst,
de ugyanakkor pedig egy keresztény kései proféta volt, aki 538-ban leírt egy óriási változást a Földön, aminek a következménye az lett, hogy lehet, hogy egészen félrebeszélünk, amikor ma arról szólunk, hogy milyen sötét volt a középkor. Lehet, hogy valóban az is volt, mert bizonyos járványok következtek. Vagy a növényalkat megváltozik a kertészeti növényekné. Hát ennek a legjobb bravúros példája az, ami például egy alma bármelyik fajtánál különböző alanyokat használunk. Vagy például rávisszük a ribiszkét, vagy rávisszük a köszmétét aranyribiszkére, fácska lesz belőle. Vagy piramis, illetőleg ilyen oszlop növényeket hozunk létre gyümölcsfákból. Ez már a dísznövényszerű gyümölcstermesztésre utal. Vagy itt van a bodza, amelyik bokorhabitusú, és csak ebbe egy szomorú dolog van, hogy kivágtuk a szőlőt például Tarcal környékén, aztán bevittük helyette a bodzát. De csinálunk azután más bravúros dolgokat is. Itt van például, amikor a dinnyét tökre oltják, ami 20 éve elképzelhetetlen volt, sokkal nagyobb a fagytűrése. Vagy például, ami újabb divat Amerikában, hogy a burgonyára ráoltják a paradicsomot. Mondjuk biztos, hogy nem lesz köztermesztésbe, de van rá igény. Vagy például, ami a Felső Tisza vidéken a dolgos magyaroknak jellemzője, ilyen gyönyörű, szép, sövényszerűen termesztik a burgonyát. Egy olyan példát is hozok a talaj nélküli kultúránál, ami tulajdonképpen én nem tekintem biomódszernek, a kényszerűség visz rá bennünket, ez is mondjuk a zöldségfélékkel kapcsolatban nagyon jellemző. Vagy például az, hogy én a zöldségeket akár díszként is fölfogom. Fölfogom a karfiolt, de a káposztánál nagyon jó téli dísz, nem kell félni tőle, hogy elfagy, mert a mi teleinket kibírja, és itt vannak ezek a különleges kukoricák. Hát hol van már az a régi szép idő, amikor kukoricát fosztottunk, és akadt egy piros cső, aztán büntetlenül, hogy nyakleves nem kapott az ember, a 16 éves lányokat már meg lehetett puszilni. Hát hol vagyunk már ettől? Gyógyírnak számít, kérem, a talajuncságnak a mérséklésébe az, hogy tagétesz használ, ültetünk. Nagyon sokszor vannak olyan gazdák, akik ugyanazon a helyen akarnak zöldséget termelni, és egy idő után súlyos problémák jelentkeznek. Most egy konkrétabb dologra is rá irányítom a figyelmet, hogy az átállás most ez a rendelet alapján hogyan néz ki, gyepné és szántónál 2 év, ezt nagyon jól tudják, gyümölcsösné 3 év, hát én ezt azért tartom kevésnek, mert tulajdonképpen a gyümölcsfajoknak, a természetesnek mondható gyomflórájáról nagyon átfogó, komoly ismereteink még nincsenek, vagy kutatások nem történtek, mert ezt mindig úgy mellékesnek. Csinálunk gyomírtást, akár vegyszeresen, akár gépi úton is nem foglalkoznak vele. Ennél ez sokkal bonyolultabb. Na most itt viszont arra hívnám fel a figyelmet, hogy a fönti felső soroknál, hogy az átállás és a fenntartás milyen EU támogatással jár, itt a huncutságot én a gyepgazdálkodásnál látom, és ez magyarázza azt, hogy miért olyan nagy az éhség, hogy valakinek gyepterülete legyen. Ez különösen természetvédők oldaláról egyetértőleg velük aggodalmasnak tartom, hogy ugyanannyi a fenntartás, mint az átállás. A biokontrollnál megjelent adatokat én csak utalok rá, hogy nem csak írom, hanem olvasom is a tanulmányokat, hogy hány év kell az átállásra. Itt is van azért egy-két olyan
faj, amit szerintem azóta már biztosan megváltoztatnánk. Ez pedig a sokféleségre utalás, mégpedig Burgonyával kapcsolatban, és erre azért vagyok büszke, mert ebből már három saját kertbe is terem. Most egy-két rezisztencia példát paradicsommal kapcsolatban, Németi Zsuzsannának a adatait, hogy vannak paradicsomból is rezisztens fajták, mégpedig itt felsorolás szerűen, hogy milyen kórokozókra, illetőleg gomba és vírusbetegségre ellenállóság. És látva itt a kecskeméti számozottakat, kérem, volt olyan időszak, amikor a K-hibridek jóformán a legfontosabb Egyesült Államokban termesztett paradicsom fajta volt. Hol vagyunk már ettől? Az uborkánál is vannak különböző rezisztencia fokon, peranoszporára, lisztharmatra, baktériumos betegségre, kladospóriumra, csak egyetlen egy, a H-os F1, ugyancsak Németi Zsuzsának a adatait használtam. És a paprikából is egy kis példa, és jelezve azt, hogy én tulajdonképpen azért látom a gyümölcsön kívüli kertészeti növényeket is, paprika fajtáknál is sok nagyon értékes és nagyon fontos fajtával találkozhatunk. Na most ez az, amire utaltam én az előbb, hogy aki nem nagyon tudja a területet váltani, a gyökérgubacs fonálféregnek a távoltartására, vagy pedig megrendszabályozására mindenképpen. Ez főleg, akik fólia alatt végeznek különböző zöldségnövény termesztést, azok tapasztalják, és nem akarják megérteni, hogy kérem, talajuntság van ez. Noha a régi rendszer idejében nagyon fölkapott kutatási terület volt, ettől függetlenül, hogy a régi rendszerben erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, a talajuntság fönnáll, és ebből adódik az, hogy csalódások vannak egy megytelepítésnél, pláne egy őszi baraszt telepítésnél, és ezek mind-mind eldobott, elhajított és olyan fölösleges pénzkiadások, ami jelzi azt, hogyha én biológiailag tökéletesen ismerem a kertészeti növényeket és a kertészeti növények termesztését, akkor én még tulajdonképpen nemzetgazdasági hasznot is tudok hozni, annak ellenére, hogy ma nem nagyon szeretik ezt a szót hallani, hogy szegénység, meg az, hogy spórolás. Pedig mind a kettő olyan, amivel időről időre nem baj, hogyha szembesülünk és figyelembe veszük, mert hogyha kimegyünk ma egy konténerhez, néha komplett ebédeket lehet találni ott, és ezen is el kell gondolkodni. Kérem, az, hogy én nagy monokultúrába elkezdek valamit termeszteni, ennek az a következménye, hogy járványszerű fertőzések lépnek föl, itt különböző részleteket mutat be velik és munkatársainak a csapata. Már 82-ben megjelent ez a könyv, és erre pedig azért hívom föl a figyelmet, mert a káposztaféléknek a származása, családfája nem csak azt jelzi, hogy én most ismerem ám ezt, és hogy néz ki ez a séma, hanem az, hogy ezek nagyon közeli rokonságban vannak, és nagyon könnyen a fertőzések egyik fajról átmennek a másikra. Tehát az nem véd meg bennünket, hogy kell káposzta meg karfiol, mert lehetséges, hogy pont ugyanaz a probléma jelentkezik. Hát ez pedig, itt szó volt már a paradicsomról másképpen, én most megint csak a bűnbeesés, ami a gyümölcstermesztésre vonatkozik, hát ez annak idején egészen biztos, hogy nem lehetett alma, mert a Ószövetségben a tapu az egy kerek gyümölcsöt jelent, de semmiképpen nem almát, mert az alma Palesztinában nem őshonos. A Kárpát-medencében, hogy pillanatnyilag milyen gyümölcsfajokat termesztünk, erre egy összefoglaló táblázat, erre szíves figyelmüket fölhívnám, vagy emlékeztetném, hogy ez az ábra megjelent a
biogazdálkodásnak a második kötetébe annak idején, úgyhogy érdemes ezeket elővenni, nem most csak a mi részleteink általunk írottak miatt, hanem a többi résznél is azok időtálló komoly ismeretek, amik ott szerepelnek. Ez itt a reklámhelye volt a biokultúrához. A ültetvény csoportok, ez megint csak megjelent, ez a telepítési, kiadtak egy hosszú, szinte könyvszerű dolgot 2015-ben. Hát én ezt a csoportosítást meglehetősen aggodalmasnak tartom. Mert az, hogy én a csontélyasoknak nem azért, mert helyhiány van, alávágom a héjas gyümölcsűeket, hát, és pláne még oda kénytelen voltam már aláhúzással jelezni, hogy a vegyes gyümölcsös, úgyhogy ha én lektoráltam volna ezt az anyagot, ez biztos, hogy nem engedtem volna tovább. Lehet, hogy ezért is nem került hozzám. Na, bogyós gyümölcsűeknél pedig kérem, föl kell egy dologra készülnünk, hogyha tényleg ez az időjárás így változik, lehetséges, hogy első lépésben minimum a fekete ribiszkét el fogjuk veszíteni, nem fogjuk tudni a mi körülményeink között tulajdonképpen termeszteni. A másik pedig az, hogy a málnánál meg el kell tanulni az alföldi embernek a szokását, hogy a ház hátulja, ahol az előző szomszédnak a épülete az árnyékot veti, majd ilyen hűvöskés helyen lehet majd csak az alföldön málnát termeszteni. Példák arra, hogy rezisztencia, húsvéti rozmarin, cigányalma, ezek csak most szemelgetve, én többet fogok majd az írásban, ott kevesebb lesz természetesen az ábra, de ugyanakkor viszont több lesz az a leírott fajtanév, ami például lisztharmat rezisztens almára vonatkozik. De azután vannak olyanok, amelyek varasodásra rezisztensek. A batulalma, aki például elmegy a házsongárdi temetőbe, ott még akár 300 éves batulfával is találkozik, az asztraháni csíkos, asztraháni fehér és asztraháni piros, ez mind rezisztens, és kérem, ezek azért nagyon fontos tulajdonságai egy fajtának. Lehetséges, hogy nem fog egy sütőtök méretű lenni az a gyümölcs, ami sokszor a kereskedők elvárnának a piacon, de ezek ízbe és eltarthatóságban sokkal különbek. Vagy például Monéliára és Blumeriára rezisztens a pipacs megyek és a csengődiek. Ezek a bosnyák megyek világába tartoznak. Ez óriási pozitív tulajdonsága egy fajtának. Mindenki már látott olyat, hogy amikor augusztus van, már túl vagyunk a megynek az érésén, nincs lombafán. És nem történt az, hogy a jég leverte volna. Bár az idén már ebbe is tréfát űzött velünk, visnye szép lakon, olyan beszercei szilvával találkoztunk, hogy fönn volt a levél, még volt gyümölcs is, és képzeljék el, teljes virágzásban van a fa. Ilyet eddig soha nem csinált, ez egy valami egészen új, le is fogjuk szemezni ezt a, ez is már az előbb említett epigénikus stressz memória szellemébe, gondoljuk, hogy valamit itt kell keresni. Vagy itt van például, kérem, a Ford korai. Koraiságánál fogva is, korai virágzásánál fogva is, de szatymazon kialakult egy olyan, hogy amikor nincsen őszi barac országosan, a szatymazi házak előtt is kertekben levő Ford korai, ami helyi fajta, az kérem érik. Vagy például 1406-os rózsakajszi, ami inkább úgy lenne helyes, hogy rózsabarac, ez kevésbé érzékeny például gombabetegségekre és a vírusra. A mariskánál pedig egyértelműen a fagytűrés. Vagy itt van például a Shermina szilva. Kérem, amikor jönnek a telefonok, hogy valami régi fajtát, hát mondom, milyen régit akar.
Hát mondom, Uralvidékéből nem tudok ajánlani, de mondom, azt tudom ajánlani, hogy a Mátyás királynak az egyik korvináján szerepel a Sermina, mint Nápai Szilva, és a mai napig házi kertekbe előfordul. És a ceglédi bíborkajszé, ami ugyancsak olyan tulajdonsággal rendelkezik, hogy a sarkavírus nem jelentkezik rajta. Bár azért ezt meg kell jegyezni korrekt módon, hogy ha csak toleráns egy vírusbetegségre egy fajta, az még nem jó, mert viheti tovább, terjeszheti a nyavaját, annak ellenére, hogy rajta a tulajdonságok nem jelentkeznek. Hajdú Edit jó voltából itt a rezisztens borszülőfajtákból is kettőt-kettőt bemutatok, Biancát és a Medinát, ezek nagyon remek rezisztens fajták, mint csemegeszőlőben a pölöskei muskotái és a Nero. És lehetséges a biodiverzitást úgy is tágítani, növelni, hogy új fajokat rakunk egy adott ültetvény területére. Ilyen lehet a húsosom, a közönséges boróka, hogy az ne csak ilyen nyári táborozásnál, szórakozásból bugacon fölgyújtjuk a borókást, úgy is ki fog egyébként újrahajtani, olyan, mint a törpe mandula, az mindig újra kezdi. Ezek kipusztíthatatlanok. És ugyanakkor pedig hát a két éves gyümölcse, az pedig nagyon jó, úgyhogy tudjuk azt, hogy ebből többek között a gin is készül. Vagy például itt van a kökény és a házi berkenye. Épp a ma Szent István Egyetemhez tartozik már volt kertészeti egyetemnek a genetikai tanszéke, és kérem, ott kimutatták azt, hogy a kökényben a legmagasabb a antioxidáns tartalom. Nagyon helyesen rá is mozdult az ország, többen foglalkoznak nemesítésével, eddig kinevették azt, aki a kökényről pozitív dolgot mondott, és név nélkül mondom, hogy volt olyan virológus 20 évvel ezelőtt, aki azt javasolta, hogy Magyarországon ki kell írtani a kökényt. Ez körülbelül olyan volt, mint a dobbal a verébírtás Kínában, nem sikeredett. Elfelejtettük a házi berkenyét is. Ez is egy olyan, ami sok minden. A köztes, kétszintes, kevert vetés, erre vonatkozom még egy-két kép, néhány olyan kertet, amit látogattam, ez a kert minősítő mozgalom, főleg Békés Csaba környékén jártam a vidéket, és akkor készültek ilyen felvételek. Hát ennél jobb, ennél különb, engem abszolút nem zavar, hogy nem egy fajból áll az egész, és itt fölhívnám még arra is a figyelmet, hogy ma már a nevét nem, hát a agrártörténészek se nagyon mindig ilyeneket kérdeznek a múzeumnál, hogy mi az, hogy kétszeres. Hát ez azt jelentette, hogy összekeverték a rozsnak és a búzának a magját vetés előtt, és vagy az egyik, vagy a másik bejött is. Ezért találóan ezt kétszeresnek mondták. És ez azért is nagyon jó, mert ez a gyomtalanításban a rozsnak nagyon nagy előnyei vannak, és ugyanakkor pedig tudjuk azt, hogy Kisárpád révén a Triticale bizonyos szegény országokban, száraz szegény klímájú országokban szinte a megváltást jelentette. Répa és hagyma együtt, hát ez a legjobb talaj lazító, úgyhogy ilyenkor a férfi társaim többet nézhetik a futballmeccset, mert nem kell annyit kapálgatni a földet, mert nagyon szépen lazul a talaj ilyen körülmények között. És most összegezésképpen, hogy a sokféleségnek milyen szerepe van az ökológiai gazdálkodásban, ezen gyorsan még végig szaladok, változatos a termények háztartási és a piac számára, optimális a környezeti adottságoknak a kihasználása, kíméli a talajtermékenységet és tápanyagait, nem mobilizálódó kémiai anyagok használata, tehát olyan, ami nem fog beépülni
vagy legalábbis minimális a beépülése. A 100 éve bordói lével permetezett alföldi homoki szőlőkben sincsen még veszélyes mértékű részfelhalmozódás. A fajok egymás számára védelmet nyújthatnak. Itt ilyen szegély hatások, vagy az előbb említett vegyes vetés, egy idényben több faj szerepeltetése, amire ugyancsak van lehetőség. A patoszférának a gyengítése és a járványoknak az akadályozása. Ez pont azzal, amit szeretnék még elmondani, hogy a beszercei muskotáit nagyon sokan szeretik. Érkezett hozzám egy atyafi, akinek adott volt 2 hektár területe, ez ma már termő, tehát ez egy élő modell. Mondtam neki, hogy ültesse be nyugodtan egyetlen egy fajtával, beszercei muskotájjal. Körülötte minden irányból cellulóz nyárak van. És kérem, most jön a csoda, semmiféle angyalka segítség, semmi nem kellett hozzá. A mai napig ez vírusmentes ez a terület, és az idén, ha lódított, akkor lelke rajta, 800 forinté árusította a kilóját ennek. És a japán szilvákat, amit oly nagyon fölkaptak, azt meg ha 200-220-é el tudták a ceglédi piacon adni, akkor nagyon-nagyon jó volt a piacnak a járása. A rezisztencia nemesítés és a környezet biológiának sokkal jobban kellene ezt elősegíteni. Mert most mindenképpen a honosítás az van előre, mert gyorsan kell azonnal eredményeket elérni. Például én is szembesültem azzal, megint csak szilva példa lesz, a tophit nevezetű fajta. Gyönyörű, rosszul lesz az ember tőle, olyan szép, hanvas és nagy gyümölcsöket produkál a szilva. De az ember a 4.-5. éven megnézi a fát, állandóan száradnak, hatalmas ágrészek. Na most akkor mi van? Én elhiszem azt, hogy kin Baden-Württembergben az olyan nagyszerű, vagy bármelyik más német területen. De ezt előbb ki kell próbálni, mert nagyon sok olyan fajtánk van bármilyen kertészeti növényfajból, ami valamikor kipróbáltak, sikeres volt és ment többet és többet. Itt a Lucullus elhangzott, de én a San Marzano típusút is mondanám. Sajnos kérem, annak ellenére, hogy még Rákosi atyánk se röptette el az aranyfálcán, ma én úgy tudom, hogy aranyfálcán sűrítményt már nem lehet kapni. Ez a saját maflaságunk, pedig lenne rá európai piacon kereslet. Ez biomódon meg lehetne termelni. Vagy azután, ami még ugyancsak a kertészeti növényekkel kapcsolatban el kell, hogy a másodlagos termékek és hulladékoknak a hasznosulása. Itt is elképesztő, hogy mennyi hulladékot termelünk, mert eldobjuk, és nem használjuk föl, hol ott lehetne. Épp a napokban egy adventi előadás keretében a biodiverzitásról volt szó, hogy menjenek el Csongrád, Bokrosta, és nézzék meg a templomba, hogy a stációképeket csuhéból készítették, és Európa csodájára jár. És ez egy egyszerű valami. És ezzel mit csinálunk? Eldobjuk. Vagy legfeljebb beszántják. Nagyobb az élőmunka szükséglete, ezt nem vitatom. Ez biztos, hogy növeli, de tájékozottam alelnök úrtól, hogy körülbelül olyan 50%-kal viszont a biotermékeké minimum többet lehet kérni. És az, hogy kevésbé gépesíthető, ez is esetenként igaz, de nem mindig. Nem mindig. Tehát helyettünk soha nem fognak a gépek dolgozni. És ezzel a képpel pedig szeretném befejezni, és nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Senki ne értse félre a dolgot, ez nem Dávid csillag. Csak úgy van kirakva. Bár én tőlem az se áll távol. Köszönöm szépen a figyelmüket.